Az egykori hullámszálló épületét alakították át apartmanházzá. A beruházás célja a lakhatás fejlesztése volt a környéken, hiszen a jövőben több ezer munkavállaló érkezése várható a térségbe a Paks 2 beruházás kapcsán. Az épületben két emeleten 14 kétágyas, 4 darab 2 és 4 ágyas, valamint egy teljesen akadálymentes apartmant alakítottak ki. Horváth Istvántól Nemegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője hazánk közös ügyének nevezte a Paks 2 beruházást. Példaértékű az a fajta társadalmi szerepvállás a Paks 2-vel kapcsolatos beruházásoknál az előkészítési szakaszban, ahol a Paks környéki településeknek az infrastruktúra és közműfejlesztése folyik. Ebbe a térségbe tartozik a FAD és a FAD-dombori térség. Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolnamegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, nagyon fontos, hogy a Paks 2 beruházás folytatódjon, és ahhoz meg tudják teremteni a megfelelő körülményeket. Mikor elkezdtük az erőműépítést, akkor is már térségfejlesztésben is gondolkodtunk, itt volt kihasználatlanul ez a volt kemping, ez a rossz épülettel, és akkor eldöntöttünk, hogy nekünk ide akár a saját embereink, vagy az orosz partnereinknek a akár üdültetés adá, akár hosszabb idejű lakhatását itt meg fogjuk tudni oldani. Ezen kívül még 10 darab ikerházat építenek majd a területre. Én azt gondolom, hogy elsősorban a turisztikai vonzerénk fog növekedni majd, ha itt szép épületek épülnek a régi, kicsit lepusztult épületek helyére. Ezek a fejlesztések a környék ingatlanjainak értékét is emelik majd.